A NIS konstrukcióról szeretnék beszélni. A NIS konstrukció az azt jelenti, hogy az élőlények alapvetően kétféleképpen alkalmazkodnak a környezetükhöz. Az egyik az, amit általában úgy képzelünk el, hogy a környezethez való alkalmazkodás, amikor például egy élő lény, ha aki mondjuk hidegben él, az jobban viseli a hideget. Vagy mondjuk, aki, amelyik szárazságban él, az jobban viseli a szárazságot. Másik lehetőség pedig az, hogy megváltoztatják a környezetüket, ezáltal a környezetük lesz hasonlóbb ahhoz, ami nekik megfelelő. Tehát a NIS konstrukció az az, amikor az élőlény a környezetét változtatja meg, hogy ezáltal saját maga számára az előnyösebb legyen. Bevallom, ezt mi emberek elég sokféleképpen és sok tekintetben műveljük, ha meggondolom ezt az előadást is most este, sötétben, kint éppen vagy esik, nem esik az eső, és körülbelül 2-4 fok lehet. Ez mindegyik olyan dolog, amit nem kimondtan szeretnék, pláne nem ennyi ruhában, és ha ezt most még úgy képzelném el, hogy nem is lennének ezek a ruhák rajtam, akkor igencsak fáznék. De mi ennek ellenére általában ilyen 22 fokra fűtött termekben és szobákban vagyunk, ami lényegében az, hogy a saját optimumunkhoz igazítjuk a környezetünket, és nem pedig az, hogy mondjuk visszanövesztjük a szőrünket, vagy eleve csak olyan helyeken élnénk, ahol ez lenne az a megfelelő hőmérséklet. Most a NIS konstrukciót azt fontos egy kicsit körbebástyázni, hogy mi az, amit NIS konstrukciónak értünk, és mi az, ami úgy hívjuk, hogy kiterjesztett fenotípus. Mert sokféleképpen lehet megváltoztatni a környezetet, és ennek egy részét nem biztos, hogy NIS konstrukciónak kell neveznünk. Van, aki annak nevezi, de NIS konstrukcióval szemben van egy olyan ellenérv, hogy önmagában az, hogy például a tegzesek, egy ilyen kis tokot, tegzes lárvák, ugye, amit a vízipók, csodapokban is azért ismerünk, egy ilyen kis tokot képeznek ugye maguk köré, ami hát most hívhatjuk azt ruhának, vagy hívjuk azt valamilyen védelemnek. És akkor ez most akkor NIS konstrukció, hisz ténylegesen megváltoztatták a környezetüket, de a kérdés az, hogy jó, ez elég ahhoz, hogy meg van változva a környezet, hiszen akkor például egy madárfészket is NIS konstrukciónak kéne tekintenünk, hisz az is megváltoztatja a környezetet, hisz nem az van, hogy csak úgy valahova, nem is tudom, egyszer egy ágnak a hajlatába akarják berakni a tojást. Az, hogy úgy szoktuk elkérdezni, hogy a szó szorosabb értelmében, vagy nagyon szorosan véve NIS konstrukció az, amikor úgy változtatja meg jelentősen egy élőlény a környezetet, hogy ez nem csak a saját maga számára, hanem a fajtásai számára is megváltoztatja a környezetet, vagy közvetlenül, vagy közvetetten. Ugye a közvetlen megváltozás, ugye itt, hogy most ebben a teremben fűtés van, az közvetlenül megváltoztatja a környezetet, olyannál, ami számomra, ember számára elfogadhatóbb, mint sem, hogyha mondjuk a kinti 4 fok lenne, és azt kéne mondjuk anyaszült mesztelenül viselnem. Ellenben mondjuk a földi giliszta azáltal, hogy ő átforgatja a földet, ezáltal neki is, már nem az, hogy jobban tud benne mozogni, hanem az a lényeg, hogy ezáltal jobban tudnak benne nőni a növények azáltal jobban nőnek, több ilyen kis törmelék keletkezik a talajban, amit aztán a földi giliszta el tud fogyasztani. Tehát a földi gilisztára indirekt módon hat, hisz ugye serkenti egy növénynek a növekedését, a növénynek a növekedése pedig elősegíti azt, hogy földi giliszta legyen. Ez a földi giliszta nem saját magára hat csak, hisz nem tudja a földi giliszta úgymond monopolizálni, hogy jó, ez az én lekerített, nem tudom mennyi része a földből, ezt én szépen áttúrom, és akkor abból lesz nekem majd több élelem, de más nem férhet hozzá. Tehát például a földi gilisztának ezt a környezetváltoztatását, ezt NIS konstrukciónak tekintjük. Amúgy például a hódvárakat is NIS konstrukciónak tekintjük, hisz ott olyan jelentősen megváltozik, egyrészt jelentősen megváltozik a környezet, másrésztről pedig ugye nem kötelező, hogy csak az, aki konkrétan építette a hódvárat, és ezáltal ugye megváltoztatta ott a helyi vízfolyásnak a folyását, hanem vele rokonságban nem levő más hódok is ezt elfoglalhatják, vagy pedig profitálhatnak ebből.
Tehát ezt is nis konstrukciónak tekintjük. De mondjuk, ahogy mondtam, a tegzes lárvákat nem tekintjük nis konstrukciónak, mert ez tényleg csak rá vonatkozik, és mondjuk egy fészket sem tekintünk általában nis konstrukciónak. Bizonyos fészkek persze megmaradhatnak, meg más faj később használhatja, az már egy ennél komplexebb kérdés. Tehát még egyszer, nis konstrukció az az, amikor az élőlény megváltoztatja a környezetet, hogy az jobban megfeleljen neki, nem pedig ő maga változik meg, hogy jobban illeszkedjen a környezethez.